A várakozásnak megfelelően indult a találkozó, a hazaiak irányították a játékot, hogy aztán a vendégek szerezzenek vezetést a semmiből. Egy bedobást követően Oltán szabálytalankodott a kapu előtt, a játékvezető pedig 11-est ítélt, amit bírtalan váltott gólra. A bekapott találat kicsit megfogta a házigazdát, a 40. percben azonban érkezett a válasz, Ilics játszotta magát tisztára, pontos beadását pedig Horváth fejelte a kapu jobb alsó sarkába. Egy perc múlva kis híján ismét vezetett a Csaba, Vicián lövésénél azonban a felső léc kisegítette Molnár kapust. A 68. percben már a Kisvárdánál volt az előny, Ilics lépett ki egy ellenféltől kapott labdával, majd önzetlenül Oltán elé passzolt, aki nem hibázta el az ígyszert. Uralta a játékot a Várda, amikor újabb büntetőhöz jutott a Békés Csaba, Lukács buktatta Nagy Istvánt, a 11-es pedig ismét bírtalan értékesítette. A hajrában nagy erőket mozgósítottak a hazaiak a győztes gól megszerzéséért, és az erőfeszítéseket sikerkoronázta. A 92. percben Ilics lódult meg, majd a 4 perccel korábban beállt Vári Eli ívelt, aki becsúszva a bal alsó sarokba továbbította a labdát, eldöntve ezzel a mérkőzést. Jól kezdtük a találkozót, rögtön két helyzettel nyitottunk, utána semmiből kaptunk egy 11-est, ugye, amit értékesítettek, az egy kicsit sokkolta a csapatot, de aztán egy olyan negyed óra után fölállt a csapat újra, és akkor támadás hátán vezetett, voltak nagyon szép támadások, viszont ott a befejezésekkel szintén akadtak problémák, valamint hát hozzá kell tenni, hogy az ellenfél kapusa az parádésan védett a mai napon, és a második fél időben is nagyon sokat tettünk azért, hogy helyzeteket alakítsunk, ezek meg is voltak, de ezeket sajnos nem nagyon sikerült értékesíteni. Megszereztük a vezetést, és magabiztosan játszott a csapat, ekkor megint jött egy semmiből egy büntető, és az megint nyíltá tette a mérkőzést, de a játékosok utolsó utáni percig is mentek, nagy akarattal futballoztak, rengeteget tettek azért, hogy megnyerjék ezt a találkozót, és a erőfeszítésüket siker koronázta, és utolsó utáni percben meg tudtuk nyerni a találkozót. A vendégek edzője érthetően csalódott volt a hosszabbításban kapott gól miatt, ettől függetlenül elismerte a Kisvárda győzelmének jogosságát. Én úgy gondolom, hogy ilyen pillanatban a Kisvárda és az MTK kiemelkedik az MB2-ből. Nagyon komoly minőséget képviselnek az itt lévő játékosok. Nekünk ahhoz, hogy erre a szintre jutunk, rengeteget kell dolgozni. Ezért is sajnálom, hogy nem tudtuk megőrizni legalább az egy pontot, és nem tudtunk egy nagyon értékes ponttal gazdagodni. A mérkőzés alakulásához nyilván hozzátartozik, hogy volt szerencsénk, hiszen rengetegszer a kapusunknak kellett hárítani, de ettől függetlenül azért tudtunk két gólt szerezni, tudtunk vezetni, fel tudtunk állni vesztes állásból. Ilyenkor meg kell tudni tartani ezt az egy pontot, akár rutinból, akár úgy, hogy olyan szituációkat alakítunk, amivel tudtuk lassítani a játékot. Ráadásul úgy érzem, hogy a mérkőzés végén már nem volt benne az, hogy a Kisvárda gólt szerezzen, előtte volt rá lehetőség, akkor már nem voltak azért közel hozzá. A forduló további eredményei a következők: Moson-Magyaróvár-Budafok 0-0, Grosics Akadémia Dorog 2-1, Kazincz-Barcika Soroksár 1-0, MTK Budapest Nyíregyháza Spartakusz 2-0, Csákvár-Jirmót 1-5, Siófok-Cegléd 0-0, Zala-Egerszegvász 0-0, Győr-Szolnok 0-0 és Sopron-Budaörs 3-3. A tabella élén az MTK Budapest 22 ponttal, megelőzve a 20 pontos Kisvárdát, amely a következő fordulóban idegenben a Vác ellen lép pályára.